Sziasztok! Múltkori videómban, miután kiveséztük a kültéren alkalmazott kábeleket, említettem, hogy szeretnék mutatni pár érdekesebb megoldást beltéren. Kezdjünk ma ehhez az első ilyennel, a többszintes épületek kábelezésével. Hogyan lehet kultúrátra megcsinálni egy 4, 10, akárhány emeletes épületnek, vagy épülettömnek a, hát hívjuk lefedő hálózatát, úgyhogy hogy az ne bántsa később az ott lakók szemét sem, mert azért valljuk be, azért kábel köteget nem mindenki néz szívesen. Erre több gyártónak van megoldása, ezek valahol hasonlítanak is egymáshoz. A fibrén talán annyiban másabb a többiekhez képest, hogy ő teljes rendszert ad, nem csak külön-külön komponenseket tudok hozzájuk megvenni. Ez azt jelenti, hogy annantól kezdve, hogy beálltok valamilyen gerinc kábellel, vagy betáp kábellel az épületbe, jellemzően pincébe, vagy padlástérre, bár ritkább azért, de látunk rá példát, azt a kábelt való ki kell fejteni. Megfogjátok, bevezetitek ezt egy megfelelő méretű és konfigurációjú szekrénybe, vagy dobozba. Ez függ attól, hogy miért szeretnétek, lesz ott elsődleges osztás, vagy nem lesz akarjátok -e esetleg már ott rögtön csatlakozókkal ellátni az adott emeletekhez tartozó, vagy akár ügyfelekhez tartozó szálakat, vagy nem. A szekrénynek, ha így meg akarjátok ezt így különböztetni, hogy épületen belüli, vagy hívjuk előfizetői hálózat, illetve gerinc hálózat, akkor akarjátok, -e, hogy a szekrénynek ez a két szekció, a két külön kulcsa nyíljon, mert mondjuk két külön hozzáférést akartok biztosítani akár egy alvállalkozónak, vagy nem. Akartok-e kábelt tartalékolni a szekrény mögött, akkor akartok -e ilyen hátlapot, amiben fel tudjátok gyűjteni a kábelt, vagy nem. Itt is egy szép nagy termékválaszték van ezekből a szekrényekből, vagy dobozokból. Tételezzük fel, hogy kiválasztottátok a számotokra a legideálisabb megoldást, el kéne jutni az előfizetőhöz. Legegyszerűbben és legszebben ezt úgy tudjátok megtenni. Ha függőlegesen egy úgynevezett felszálló ági kábelt, egy EAC, tehát Easy Access Cable-t föl, függőlegesen végig a strangban, vagy a strangnak kijelölt helyen, egyetlen egy födém minden mindenhol szépen mentek föl, egészen legfelső emeletig az EAC kábelből kettő létezik, attól függően, hogy hogy akarjátok a szálakat benne elhelyezni, ez egy mikromodulos kábel, ez egy különleges szerkezet, amiben egy ilyen speciális szerszámmal tudtok ablakokat lékelni, és ezeket az ablakokat majd el fogjátok megfelelően takarni, és egy emelettel följebb a adott emeletre szánt szállat vagy modult el fogjátok csípni, és visszahúzzátok. Ezt ők húzásos technológiának. Easy Access Cable, innen kapta a nevét. A... hogy milyen kábelet vigyetek, attól függően, hogy hogy szeretnétek ezt megtáplálni. Létezik az egyik fele a portfóliónak, ahol egy modulban több szál van, annyi, amennyit szeretnétek, a másik pedig, amikor egy modulban egy szál van. Ez főleg osztás, szállosztás kérdése, hogy hogy kényelmes az adott épületben ezt megoldani. Jellemzően különben az egy emelet, egy szál, vagy egy emelet maximum két szállal szoktak az ügyfelek tervezni, de látunk már különböző megközelítéseket a kábelt függőlegesen feltelepítitek szépen az egész épületben, legfelül csináltok egy hát legalább két méteres tartalékot, egy kurflit, ezt érdemes szintén egy erre szolgáló tartalékoló dobozban elrejteni, és lezárjátok a kábelt, hogy ne hújjanak vissza a szálak, ha elcsípitek őket. Utána mindegy emeleten hozzá kellene férni valahogy a szálakhoz. Attól függően, hogy az adott szinten hány elővizetőtök, hálakás lesz, vagy az erre a célra dedikált BUX-en dobozkát javasoljuk használni. Ez úgy van kitalálva, hogy eltakarja az át, rajta átfutó kábelt, és stekkelhető. Maga a doboz, ez egy kvázi üres doboz, amiben különböző betéteket rakhatok attól függően, hogy hegeszteni akartok benne, csatlakozózni akartok szálosztót, vagy csak kábeltartalékoltok benne fel benne, esetleg szállat raktok el ezeket szépen tudjátok fölfele -fele egymást a pakolgatni, nyilván akkor a dobozokon belül van átjárás, és akkor a dobkábeleket ide gyűjtitek föl. Ha nagy az elefizető szám, sokan vannak a lépcsőházban az adott emeleten, akkor azért ezek nem biztos, hogy ez az a legszebb megoldás. Ebben az esetben az OBPS8 doboznak a használatát javasoljuk, ebből létezik beltéri fehér kivitel is, tehát nem kell a feketét fölrakni, amit jellemzően szoktatok tőlünk vinni oszlopszerelvényként, ehhez egy külön videó témája lesz majd. Ezekben a dobozokban legyen ez az OBP vagy a BUX-en, tudjátok majd kifejteni az ada az emeletre szánt szálat vagy szálakat, modult, modulokat, és összegyűjteni az előfizetői kábeleket, és elrendezni, kifejteni, megkegeszteni, megcsatlakozózni. Uram, bocsá, el tudok helyezni itt az emeletnek szánt másodlagos osztót is. Oké, okay, de mivel menjünk el az előfizetőhöz? Az előfizetőkhöz leginkább egy szintén fehér színű, hajlékony, tehát itt már rég, már 657 A1-2-es B3-as szálú kábelekről beszélünk, 2-3 mm vékony WC D20, D30 kábeleket javaslunk használni. Ezt is meg lehet közéteni két oldalról. Az egyik az az, hogy viszitek a kábelt dobozból, vagy dobról, kinek hogy kényelmes, eljutok az előfizetőhöz, és ott ezt kifejtitek egy szálpik kihe kihegeztve, egy valamilyen előfizetői dobozba, mint például a VFTO E1, vagy, ha gyorsabban akartok végezni, akkor ezt a dobozt már alapból erre a kábelre megszerelve, előszerelve veszitek meg úgynevezett rapid boxban. Ez egy kis ilyen pizza box méretű kartondoboz, amit a belsőjében ott van, ahogy szeretnétek, vagy magam a kábel egy csatlakozóval ellátva, vagy beszerelve a VFTO dobozkátokba. Ezt az előfizetőnél akkor csak fel kell pattintani a falra, nem kell ott kötni, nem kell hegeszteni, nem kell semmit csinálni. 10 percet töltötök az előfizetőnél, és kifele a lakásból húzzátok, mert ebbe a doboz a szépen pörög, a, mint egy kis orsó lenne, pörög lefelé a kábel. Elhúzátok egészen a strangig, ahol a előbb említett valamely doboz várja, hogy kifejtsétek, és majd ott fogtok vagy hegesztetek rá, vagy krimpeltek egy csatlakozót, ahogy, ahogy, érzitek. Ezzel a módszerrel, amit én említettem, egy letisztult, könnyen telepíthető, olcsón telepíthető, aránylag valahogyan kinéző hálózatot tudtok építeni, és azért valljuk be a szomszédok, a ott lakók, azért szívesebben néznek egy, egy darab kábelt és egy valahogyan kinéző tisztékségesen lefedett, odaszerelt dobozokat, mint amikor valami tákolmány van. Egy dolgot még nem említettünk, hogy jutunk el az elfizetői doboztól az onuig. Mert ezt az elfizetői dobozt javaslom, valahol a bejárati ajtó környékén helyezétek el. Hogy miért? Azért, mert az előfizető ne, nem is várhatjuk el tőle, nem fog vigyázni a kábelre. Rá fog lépni, rá fog a szekrény, a dohányzóasztalt. magassal a kuva rálép, a gyerek fog a kutya megrágja. Nektek az ONUIG biztosítok kell a házat működését. Nem működik, jöhetek ki, cserélhetek ki a kábelt, adott esetben át a fél lakáson. Sokkal egyszerűbb, hogyha azt mondjátok, hogy van egy átadási pont, ez a dobozka, ott kifejtitek a fix kábelt, és onnan ugyanúgy mentek egy kábellel, de egy kvázi ugyanezen a fehér kábelen elkészített előfizetői pecs kábellel. Szép, fehér, hajlékony, egy bh 3 pluszos szállal ö, csomót köthettek rá, nagyon sok mindent fog kibírni. Elviszitek, odaszögezitek, vagy csak behajtogatjátok, ahogy ezt külben is tennétek, és bedugjátok az Ha bármi történne a jövőben, csak meg kell fogni egy megfelelő hosszúságú kábelt, és vagy oda küldeni az ügyfélnek, vagy kicserélni, de nem kell kimenetek egészen a lépcsőház elejéig, hogy ezt megtegyétek, hanem csak a ajtó fölött lévő dobozkához. Ahogy egyre közelebb jutunk a 10G-s optikai hálózatokhoz, az, hogy mivel építettétek meg a hálózatokat, még fontosabb lesz. Ugyanis ezek a 10G-s hálózatok még magasabb hullámhosszokat használnak, és ami most, ha rámértek egy kábelre, és látszik, hogy ez a minden rendben van, egyáltalán nem biztos, hogy egy olyan környezetben, ahol nincs vigyázva a kábelre, tehát az előfizetőnél, nem keletkeznek majd olyan sérülések vagy behatások a kábelen, amik már magasabb hullámhossznál bizony csillapításokat fognak előidézni. érdemes megfontolni ezt, és úgy megépíteni a hálózatot, hogy ezt könnyen lehessen javítani vagy cserélni. Bármi kérdésetek van, jelentkezetek, segítünk benne, addig pedig sziasztok!